Oszi bácsi itt van újra, hogy szétrúgja Dagot úrnak a seggét. Tengermélye tisztelet, kedves nézőim, kedves barátaim. Én Oszkár vagyok, és ez itt a Morrowindi végijátszásomnak a következő része. Hú, olyan meleg lett hirtelen, hogy 22 fok van most odakint. Legszívesebben levenném ezt, csak hát akkor már megint az lenne, hogy már megint pucér vagy. Nem tudom, az emberek miért nem szeretik a szexi testemet. Gyönyörködjetek inkább benne. Úristen, nagyon a szélén van a control monitor, remélem nem fog lezakózni. Remélem nem. Jó, ez így. Jó, na. Jó van, most már akkor térjünk a tárgyra. Térjünk a trágyára. Szóval akkor a mai érdekességet akkor el is mondanám kapásból. Na. Szóval a játékban van egy rendkívül jól elrejtett kard, az Elton Brand, amelyet akkor lehet megszerezni, hogyha a játékos bizonyos akciókat hajt végre. A megszerzéséhez a játékosnak rendelkeznie kell Gold Brand-del, a Bőtiáh Daedrikus küldetésének teljesítésével megszerzett karddal. A játékosnak ezután teljesítenie kell a vámpír küldetést, Shashev Keith, amelyet Cyrillonve ad a Vivek mágusok céhében. A küldetés teljesítése után, ha a játékosnak pontosan 111.071, jól olvasom, annyira kicsi a kép, ha egy pillanat ráthúzom a nagy monitorra. Szóval igen, 111.071 aranya van az inventoriában, ugye, akkor tárgylistájában, akkor kap egy egyedi párbeszéd lehetőséget Cyrillonvéval, ami így szól: menj a pokolba, Karolina. Ezzel az opcióra, erre az opcióra kattintva a Gold Brandet egy sokkal jobb kardra, az Elton Brandre cseréli. Igen, hát ez az a kard, amit szerintem mi nem fogunk megszerezni. De az biztos, hogy vannak olyan rejtett dolgok ebben a játékban, hogy az embernek a füle ketté áll. De ezeknek egy része olyan, hogy tényleg, pont múltkor néztem erről egy videót neten. Van egy-két olyan tárgyai játékban, amit olyan extrém dolgok teljesítésével lehet csak unlockolni, hogy arra nem is gondolna egy normál ember, szóval úgymond egy sima végigjátszás alatt biztos, hogy nem hozzá se jutsz. Tehát ezt általában úgy fedezték fel a játék megjelenése után ugye a játékosok, hogy a szerkesztő programon keresztül megnézték, hogy milyen fegyverek vannak ugye unblock a játékban, és akkor ott van egy lista, és ott meg lehet nézni. Na jó, akkor indítom most már magát a játékot. Lunch Game. Egyébként felraktam a TNPC plugint is. Valaki azt írt a kommentben, hogy az segített neki abban, hogy bizonyos karakterek ugye nem követik a játékost, és hogyha az fel van telepítve, akkor jobb a követés valamilyen oknál fogva nála. Úgyhogy hát, hogyha ez segít, a TNPC plugin egyébként az a mod, a plugin, vagy mod, hát pluginnek is hívtuk ugye akkoriban. Morrowind az pluginnak hívja modokat, hogy a Morrowind csapatnak a tagjai berakták magukat annak idején, én is ott vagyok, ugye én is tag voltam. Úgyhogy lehet, hogy már oda el is fogunk menni, csak így poénból megnézni, hogy akkoriban így miket írkáltunk, meg hogy ki van ott, meg hogy van. Na, szóval akkor ugye arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag át kéne nézni még ennek a barlangnak a többi helységeit is kifosztani. Mondjuk túl sok hely már nincs a tárgylistában. Haha. Egy kis vizenjárást ezt aktiváljunk be. Vajon itt mi van? Ujjjj! Talán már el. Azaz. Gyógyítás. Aztán jobb lesz, ha repülök. Még elmúlik a
hatás, vizeljárás hatás, és hát nem lesz jó, mert akkor átlepvesedik a cipőm. Ó, nézd már ide, mi van itt. Én mondom, hogy vannak itt cuccok. Mondjuk ez csak egy sima kiti, rövid kard. Ez egy acélalabárd, hát nyilván ezeket nem fogom magamhoz venni, mert ezek értékben nem annyira jelentősek. Ó, ott egy hulla, nézd. Nézd itt, mocsok. Na például ezt a mocskot látod, a Kumu mezőjén fel lehet használni. És akkor Vivek áldását adja ránk. Kicin láncsa. Ki ez a hulla itt? Halott kalandozó. Mit van neked? Mesterek tolvaj kulcsa. Kicin torony pajzs. Igen, van olyan hosszú kiírás, ami ugye egy karakterlimites volt a tárgyaknak a nevei, és ezért van az, hogy jé, birodalmi acél, páncél kesztyű, tehát ez a jobb, azt jelenti, hogy jobb oldali. Ugye van egy B betűs is. Ó, itt egy tekercs. Szóval mi nagyon hatalmas tekercs lehet. Pokoltüzének tekercs, hát ja, azt magamivá teszem. Kitillándzsa. Én éreztem, hogy itt van fent valami. Egy 20-as szintű zár. Mit rejt vajon? Na, először mentek egyet. Hát, itt ókák. Most, hogy visszatöltöm, akkor mi történik vajon? Lehet, hogy mást ad. Ócsó betegség ellenállás, de most ez mi értelme van ennek is? Tehát van egy csomó olyan tár egyébként ebben a játékban, aminek így semmi értelme nincs kb. Hát ezeket lehet itt is hagyom. Megterhelés 10 pont, na de ezt is magadra kapod a megterhelést. Jó, ez mondjuk elég jó. Meg a remek éjjellátás, ezt most meg is hiszem, hogy jobban lássunk. Ó, a varázserő szeszélyei. Természetesen ezt elrakjuk, az ura szólítás, ez nem annyira érdekes. Jó. Hát más az itt szerintem nincs, csak Tamás. Szép vízesés. Meg vagyunk egyébként támadva, jól hallod. Csak azt nem tudom, hogy mi által. What? Ó! Attacking us. Come on, bitch. I will show you. Ó, nézd, ketten is vannak. Esélyetek sincs ellene, köcsögök. You are already dead. You just don't know it yet. Hol van? A heal long. Itt van. Oh yes. Hát igen, ezeknél nem nagyon szokott lenni semmi érdekfeszítő. Egyébként meg ja, itt is fel tudtunk volna menni. Igen, ez annyira nem volt értékes az a barlang rész, de nem baj. Van még több is. Jól át akarom nézni. De ott fenn voltunk már. Ja, voltunk. Jól át akarom nézni. És aztán utána szerintem ugye visszaevickélünk a táborba. Kefka sírja. És aztán ugye a creepernek el kell majd adni a cuccokat. Oh, oh my god! Oh my god! Oh my god, na várjál! Már nincs töltet a kardban? Úgy látszik teljesen lemerült. Hát egy kicsit aludni kéne itt.
24 órát, így zúgy. És akkor szépen visszatöltődött, látod, már teljesen 290-en van a kard. Hoho. Egy kicsit lehet gyógyítani is kéne a kardot. Idézőjelben téve gyógyítást. Megkalapálni itt a dolgokat. Úgy bizony. Na, aztán ott fent mi van? Szerintem valami van ott fent. Meg is nézem. Fölröppenek. Hát, valami van itt, vajon nézni, nem? Ez csak a szikla. A sziklának az oldalát láttam megnyilvánulni a játékon belül. Mi lók ki a fejem? Jó, jó kis kérdéseket teszek fel, mi? Mi lók ki a fejem? Ne! Na, a már gameplay. Ott mi van lent? Ugorjunk fejest. Drúm elvért. Úristen! Ez 27-et elvesz, de vajon... Jött őgy. Röppentyűzőgyil csak kifelelt, vajon megnézem már, hogy ez egy közepes páncél volt, jól gondolom. Én azt. Drúm elvért, ja, közepes. Mivel úgy értékes, azért megpróbálom magamnál tartani ezt, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Régebben valamiért mindig azt gondoltam, hogy ez gyógyít, hogyha megiszom, de hát ez gőzölög, ez tűzforró lehet. Gondolom, úgyhogy inkább nem iszom meg. Ilyen furcsa kövek. Jújj, vannak egy páran. Ja, nem csak ketten vannak. Ezeket is csontváznak néztem. Lett volna, hogy 6 ellenfél. Az már hatásos lett volna. Tudod mit? Lehet egyébként, hogy inkább ezt a mágiát fogom berakni. A hillongot, mert... Ez azért most segít, hogy közben folyamatosan gyógyulok. Majd minden felír egy csalással, de hát a játékban lehet ilyen mágiát létrehozni. De például manát visszatölteni nem lehet, szóval olyan varázslat nincs, ami konkrétan a manát tölti vissza, mert hát most érted, manáért manát visszatölteni, ez olyan nem létezik. Nézd meg, itt egy halott kalandozó. Könyörtelen viper akard. A játék elején is lehet egy ilyet talán. Egy darab arany. Ami nem tudom miért zöldre csinálták amúgy az aranyot. Hey! What are you doing? Doing? Ja, azért jó, mert hogyha még ki is védi a csapásomat, a mágiának nem biztos, hogy ellenáll. És ezáltal sebzem a testét. Ezért szeretem ezt a varázslatot. Nem kell ide Destruction. Mágia osztály. Mert annak ugyanúgy ellen tud állni. Sujamma. Ja, ebből lehet rengeteget meginni. Mármint ugye, ha idejére beszélek a érdekességekről, amit múltkor mondtam. La la la. La la la. Ezek a koponyák amúgy nem tudom, hogy mik. Ősi koponyák. Gondolom, hogy a tábor lakóinak a ősi koponyái. Ősi koponyái. Jaj! De vicces ez az oszi fiú! Wow. Na, menjünk tovább akkor erre. Úgy látom, hogy itt is vannak azért szerszámok elhelyezve. Például egy ilyen északi klémor, ami most nálam van. Csak hát ez ugye marha nehéz, és nem annyira értékes. La la la, la la la, la la. Hát hogyha oda elrejtettek valamit fentre? Hát nem. Gyakorlatilag a központi barlang a legértékesebb, azt kell, hogy mondjam. Mi ez itt? Ez egy növény. Mi van? Mi? Ezt majdnem itt hagytam. Doedrikus dobónyíl. 0,4 a súlya és 4000 az értéke.
A sebzés az meg 2-től 12-ig tart. Na persze, hogy ezt nem fogom eldobni, nem leszek olyan hülye. Amúgy így néz ki így a kézben. Tehát dobjuk már rá, nézzük már meg, hogy milyen. És cancelelni lehet? Lehet, vagy nem? Szerintem lehet. Aha. Igen, de hogyha eldobod, akkor ennyi. 8000 aranyat így eldobtam. Persze, nem fogom. Nem vagyok oly bolond. Na. Körül kell nézni, hanem rendesen. Az ember ne hagyjon itt ilyen dolgokat. Megnézem már itt is. Egyébként van egy olyan varázslat, amivel kifejezetten varázstárgyakat lehet észlelni. Meg kulcsérzékelés érzékelés is van, meg állatérzékelés. Szóval, hogyha azt bekapcsolod, ha most aktiválnám, akkor itt lent a mini térképen jelezni, meg talán így a helyi térképen is, hogy mi hol van, hogy van-e valami, és akkor hát így könnyebb kiszúrni az ilyen dolgokat. Én azt soha nem használtam amúgy ezeket a fajta varázslatokat. Inkább a szememet használom, nézelődök. És talán még egy barlang van, és hát egy ilyen kripta. De végülis ezek kripták, hogyha úgy veszük. Ősi kripták. De ez van lehet, hogy a kijárat lesz amúgy. Nem. Fragile sírja. Na ez vajon mit rejt számunkra? Meginvitálni mi repülésre. Múmia? Hát ez úgy látom, hogy semmit nem őriz. Ez sem. Viszont azt azért láttam... de hideg ez a víz, hallod. Csontváz. Van egy víz alatti járat, azt észrevettem. Szóval majd meg fogjuk mindjárt nézni. Igen, egyébként ugye a végigjátszás, a magyarítás mellé mellékelt végigjátszás az mondja is, hogy ez egy elég veszélyes hely. Úgyhogy ide ilyen 15-ös, 20-as szint alatt ne nagyon jöjjünk. Hát ugye én már most 16-os szinten vagyok, de nem az eredeti szisztéma szerint. Skuma. Tehát ugye olyan. Még már elfelejtettem egyébként mondani a Morrowind setup videómban, hogy ugye nekem itt vannak ilyen modok is még pluszban feltelepítve, ez a Better, Balance, Bookworm, CCCP, ugye ez ami a szabályrendszert módosítja, meg hát a Script Extender, de mondjuk ez a magyarítás mellé települ, meg a Quest Reward Skillfix, de ezt nem használom, az ki van kapcsolva. Ezeket sajnos elfelejtettem mondani, elnézést kérek. És nem is tudom, hogy ezeket hogy telepítettem fel, mert nem találtam még a mod könyvtárban sem. Valószínűleg ilyen mod managerrel rakhattam fel. Mert én már most egyébként egy ideje úgy telepítem a Morrowindet, hogy ugye van egy ilyen előtelepített verzió, ami ki van moddolva, minden be van, minden faszán állítva, és azt én bezippelem a könyvtárat úgy, ahogy van. Tehát, hogyha most én egy szűz telepítést akarok csinálni, akkor csak az alapjátékot kell feltelepítenem, elindítanom egyszerűen az ini fájlok ugye létrejöjjenek, beregisztrálódjon minden, és akkor utána annyi, hogy a főkönyvtárba kitömörítem a betömörített fájlt, és akkor abban benne vannak a kiegészítők, meg az összes adalékfájl, stb., és akkor már csak el kell indítani. Mert nekem a Bethesda játékokkal az a fő problémám egyébként, hogy 3 nap mire kiépítem, úgyhogy tényleg úgy működjön minden, ahogy kell, meg ahogy szeretem, meg stabil legyen. És van, hogy tudom, hogy a Skyrim-mel is azért nem játszok egyébként, mert annak nincs konkrétan egy ilyen kiépítése. Főleg, hogy állandóan pácsolgatják, most a napokban is jött ki valami frissítés hozzá. Ugye a 32 bitest azt kiépítettem még sok évvel ezelőtt, de most ugye szeretnék áttérni a 64 bitesre, mert az hát jobban fut ugye, több memóriát támogat meg ilyenek. Csak ahhoz meg
külön modokat kell akkor összegyűjteni, szóval ami a 32 biteshez működik, nem mindegyik működik a 64-eshez. Szóval bonyolult az élet. És már egyszer, most múltkor jól megpróbáltam kiépíteni így magamnak, de végül ott oda kötöttem, hogy már napok óta izélgettem, hogy na akkor még mi kell, meg hogy kell, meg az honnan, meg ez nincs, meg nem jó, meg nem működik, meg kifagy, meg izé... mondom, inkább morra mindezek. De van itt valami. Csontsisak. Még van egy kulcs a Féreg úr kriptájába. Add ide. Ez még lehet, hogy jól jön, bár... Csont torony pajzs. Féreg úr kriptájába. Na mindig meglátjuk, lehet, hogy egy szinten lejjebb a Féreg úr kriptája van. We will see. Ja, lehet, persze, tényleg a víz alatti kripta, gondolom, arról beszél. De bár még a túloldalon, jó, de hideg ez a víz a rohadt életbe. Ha mondtátok, hogy vigyek bele ilyen RPG elemeket, próbálom. Hol vagy, szellem? Köcs. Lecsaplak, mint a szart. És tényleg lecsapta, mint a szart. Na, mik vannak itt? A újabb skúma. Urnában semmi érdekes nincs. Ó, varázstekercs, csak Off herceg fénylabdája. Ezt már csak kíváncsiságból is, vagy érdekességképpen is megmutatom, mert ugye van az éjjellátás varázslat, ami most aktív, most mindjárt meg fog szűnni egyébként, és akkor látni fogjátok, hogy picivel sötétebb van, hogyha az nincs bekapcsolva. De van ugye például ez a tekercs, de varázslat szintjén is létezik. Hol van? Fénylabdája. Na, egy tekercs. Bogy! Ilyen magamra varázsoltam most, tehát ahova megyek, ilyen plusz fény van, és akkor így végül is ki lehet világítani helyeket. Hát ugye árnyék az nincs ebben a játékban. Igazából, mert a karaktereknek vannak árnyékai, be lehet kapcsolni, de az is kicsit ilyen bugos. Na de ez, szóval ez így működik. De úgy vagyok vele, hogy az éjjellátás varázslat az jobb, hogy összességében véve. Meg annak is vannak szintjei, ugye ez csak egy 15-ös szintű. Mert nagyjából ez ugye elég. De hogyha felveszed 100-asra, akkor olyan világos van, hogy még kiégeti a szemedet. Szóval az nem jó. Na, mi van itt? Hát, ennyi, semmi? Semmi? Hát mondjuk volt egy skuma. 500 aranyat ér. Belőle már! Röppen győződjél, csak felfelé oda, Oszi bácsi. Aha! Van itt egy csonttalizmány. Talizmány. 255-öt ér. Csontváz bajnok idézés. 60 másodperc. Na ez egy viszonylag értékes valami. Meg egy könyv is van itt. Ezt majd olvassátok el, hogyha akarjátok. Állítsátok meg a videót. Így átlapozgatom. Ez csapdás, olyan egy... Először kinyitjuk. Aztán... Ez az? Lehet megölt volna. Na mi van benned? Varázs erőszeszély, hát ez már el lett olvasva. Hát eléggé... Lófittyi! Visszatöltjük. Hát, mindegy. Jó, ez így. Na igen, ez meg ugye úgy működik, ez is egy varázslat végül is, tehát talizmán. Hol van? Ja, igen, csontváz bajnok idézés, tehát ez meg ugye olyan, hogy... De miért csak sima csontváz vagy? Nem csontváz bajnok idézés, he. De csontváz bajnok, az keményebb. Na jó, várjál, de pompás amulettet ezt visszarakom. Ó, lesz mit eladni, hallod? Na jó, merítkezzünk meg akkor ebben a hideg vízben. Tényleg itt nincs az alján valami? Egy kis víz alatti levegővételezés, azért az jó ilyen. Várjál, 10, de vajon van hozzá kulcsom? Aha, jó.
És akkor ilyenkor a csapda sem aktiválódik, jól levenni. Ez itt mi? Északi lánc melvért. Hát ez nem éri meg. Ott egy jó ég. Ott egy jó ég. Ó, oh, hello. Milyen nem tudok futni. Ez a féreg volt. Ha, hú, ez egy mini boss volt. Féreg úr. Ezüst viper a szurany. Mérgezés. Ha, hát igen, ez nem túl értékes. Viszont ott lent vannak annál értékesebb dolgok. Oho. 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 Beverly Hills Ninja-t meg fogom nézni. Ében sisak. 15 000 arany. Na nehogy magamhoz veszem, nem fogom tudni elvinni az összes kincset. Most van ellopni. Érdekes pozícióban halt meg féreg úr, üvegtorony pajzs, adjad idefele. Lehet, hogy át fogunk térni ilyen egykezes kardra. Hát mondjuk itt van végül is egy ilyen, de majd egy ilyen üveg kardot fogok keresni. Egykezest, ami hosszú penge, mert akkor az üvegtorony pajzsot is be tudom tenni. És akkor hát egyrészt tudunk blokkolni, hogyha azt majd még esetleg kifejlesztem, de ahhoz kell egy tréner, mert az ilyen 6-os szinten van, ezt mire manuálisan felviszem, az így napokba telne. De akkor ugye ez is hozzá tartozik a védelmi osztályhoz, ami 80-as. Szóval, it's a good find. It's a good find. Mi van még itt? Az üveg dolgok amúgy is nagyon ritkák ebben a játékban. Talára hercegnő titka. Úgy igaz. Nos, mi van még itt esetleg? Valami fincsiség. Hogy itt hagyjak valami 5 millió aranyat érő valamit. Nézzünk jól körül. Szerintem már mindent elvettem, amit el lehetett. Mindent magamévá tettem. Mindent és mindenkit. Kívül a hím egyedeket, mert azok nem érdekelnek. Na várj, mi van itt? Semmi. Jó. Szerintem ennyi volt, akkor most már hagyhatjuk el-eme helyet. Egyébként annyit belerakhattak volna ebbe a játékba, hogyha meg is telítődünk, úgymond. Már mondjuk ez is csalás lenne egy picit. Szóval, hogyha már nem tudunk megmozdulni, annyi mindent viszünk magunkkal, akkor még a repülés varázslattal azért egy nagyon picit tudnánk mozogni. Ez kár, hogy ezt nem így csinálták. Mert ugye repülünk, tehát ugye a súlytalanítjuk magunkat. Tehát persze igaz, hogy hogyha most megnézed a repülés, hogy hogy működik, akkor tulajdonképpen ez úgy működik, hogy a külső nézetből, hogy mindjárt mutatom. Vagy egy ilyen korongon sétálunk át, de van egy korong alattunk, és ez mindig alattunk van, de így tudunk felfelé, meg lefelé lépkedni, de végül is egy fizikális valamin mozgunk, tehát nem úgy repülünk, mint Superman. Sajnos. Unfortunately. Igen, azt hiszem, hogy végeztünk a termek felfedezésével, úgyhogy akkor most még szépen visszamegyünk oda, ahova kell. Egy patkány. Patkány hulla. Ezt csak úgy lecsaptam, azt nem foglalkoztam vele.
már voltunk. I know. Szépen haladunk visszafele. És kijutottunk. Ho-ho! Vagy hát még nem, de már majdnem. Ah! Jézus! Vizes lett a nadrágom. Még ilyet is hozzáképzeltem régebben, hogyha a vízenjárás varázslatot azt így aktiválom, miután vizes lettem, akkor a vízcseppek így kilöködnek a ruháimból is, akkor gyakorlatilag megszáradok egy pillanat alatt. Ugye hát az így taszítja a vizet. Istenem, kreatív elme voltam már régen is. Valahogy éreztem, hogy éjszaka lesz. De végül is hajnal van. Na. Jó, már merre van a tábor, nincs olyan nagyon messze oda. El tudok ugrani. Nem kell egy olyan túl nagy ugrás. Csak egy ilyen... Hol tekerek? Hol van már? Itt van. Nézd maga, mi van ott. Ez egy koponya. Lehet, hogy itt valaki elpusztult. A felfelé mutató hüvelykujjat hiányolom. Mert akkor egy Terminator 2 referencia lehetne. Meg lettünk támadva. Na, szóval akkor valakinek is kellett odaadni. Csontharapót, Szulmatul ősének szúszani púcsúnyon. Szulmatul. Szulmatul. Ahol is volt Szulmatul. Jó napot! Tehát külföldi teljesítetted a beavató szertartást? Yes. Ez az apám csontharapó íja. Teljesítetted a beavató szertartást. A hamuföldiek klánbarátjának fogadlak téged, Oszi bácsi. Tartsd meg apám íját, és használd becsülettel. A törzsünk barátja lettél, így bármelyik ósilákó ágyában megpihenhetsz. Ne bántsd a törzs tagjait, és ne lopj tőlük, és most teljesítem a másik ígéretemet. Menj a javasasszony sátrához. Nibani Mésza majd kikérdez, és megállapítja, hogy megfelelsz-e a Nerevarin proféciáknak. Oké. Rendben van. Szóval akkor a nemesasszony, a jósasszonyhoz megyek. Alright. Igen, azt tudom, hogy egyébként nem itt van, hanem valahol ott a túloldali sátor, azt talán... talán ez... Nem, ez lesz az. Igen, a szőnyeg, javasasszony. Kezért csókolom. Oszi bácsajcs vagyok. A Nerevarin. Is there something I can do for you? Szóval, már meséltek rólad külföldi. Vagy inkább klánbarát. Konok vagy, és műveletlen. De talán ez nem is a te hibád. Az én hamukán uram azt mondta, a Nerevarin proféciákról fogsz kérdezősködni. Úgy teszek, ahogy az én hamukán uram mondja. Szóval, tedd fel a kérdéseidet, és én próbára teszlek. Hát, mi a helyzet? Szóval akkor én vagyok a Nerevarin? Mire van szükség ahhoz, hogy Nerevarinná váljak? Ez a sorsom? Számos Nerevarin profécia létezik. Ezek sok dolgot sugalnak. Születésnap és ismeretlen szülők. A hold és csillag.
Szunnyadók, hétátok, az átkok végzete, az idegen proféciája, a hét látomás proféciája, az elveszett proféciák. Folytasd, kérlek. Kérdezz ezekről a dolgokról, hogyha elég türelmes vagy, és ha bölcs szeretnél lenni. Vagy pedig, ha nincs türelmed végighallgatni, csak kérdezd meg, kiállod-e a próbatételt. Gyerünk, külföldi, én vagyok a javasasszony. Tedd fel a kérdéseket, én majd válaszolok. Jó. Hát akkor pattogatott kukoricát készítsétek be, most ezt akkor mind elolvassuk. Szóval születésnap és ismeretlen szülők, hát valóban ismeretlenek a szülői, nem tudom kik voltak. Ugye próbálok szerepjátszani. Ha igazat mondasz, valóban ismeretlen szülők gyermeke vagy, és azon a bizonyos napon születtél. Ez a jövendőlés része, de sokaknak van ugyanakkor születésnapja, és sokaknak nem tudni, kik a szülei. Hát igen, Spess is akkor született, amikor én, csak 10 évvel korábban, vagyis később. Ez érdekes, de ez még nem tesz téged Nerevarinné. Oda jött hozzám egy szunnyadó. A szóbeszéd szerint a városokban szunnyadóknak nevezett kultisták támadnak. Az emberekre azt hajtogatva, hogy Degat Arr felébredt, Dagoth úr, és kiűzi az idegeneket Morrowindből. Talán csak véletlen egybeesés, de én azt hiszem, ez a Nerevarin jele. Nem feltétlenül annak a jele, hogy te vagy a Nerevarin, talán eljött a Nerevarin ideje, és te ugyanebben az időben érkeztél. Ez nem bizonyít semmit. De jelentheti azt, hogy van valami szereped a Nerevarin eljövetelében. A hétátokról mit tudnál mondani? Ez egy másik hamuföldi Nerevarin profécia, amit úgy hívnak, hogy a hétátok. De erről nem tudok semmit, és arról sem ki tudhatna róla. Valószínűleg elveszett. Történik ilyesmi. Egy javasasszony meghal, elfelejti, vagy kiírtanak egy klánt. Talán valaki tud róla, de titokban tartja. Lehetséges, hogy a te letelepedett néped sok könyvek közül az egyikben benne van. Hallottam, hogy a templomtól elpártolt papoknak vannak eféle könyveik. Na és az átkok végzetéről? Nem tudom, melyik átok végzete, annyi átok létezik. Talán a hét átok lehet, de nem tudom. Na és az idegen proféciájáról? Ez a legismertebb a Nerevarin proféciák közül. Mi az idegennek hívjuk? Kérlek, fejtsd ki. Majd ha a föld szétszakadt, és az ég sötétre váltott, és szunnyadók szolgálják a hétátkot, egy idegen lép majd ki az árnyékból, hold s csillag idején a távolból. Bár ismeretlen úrhoz tisztán született, biztos sorsát kiolvashatja a tudós tekintet. A bűnösök üldözik, az igazok átkozzák, proféták szólalnak, de mind megtagadják. Számtalan csel próbál szerencsét, az idegen végzetén átkozott méregként. Sok agadály kél a lábai alatt, sokan elbuknak, de egy megmarad. Én ezt már mondtam ugye korábban is, hogy ez a sor, ez a sokan elbuknak, de egy megmarad, az intro videóban lehet olvasni, ami ilyen felfelé szálló szövegként jelenik meg egy néhány másodpercre. És nagyon büszke voltam annak idején magamra, hogy ezt én észrevettem. Hát nem olyan nehéz észrevenni. És hogy még azt is lemagyarítottam, és az a szöveg is így megy felfelé a magyarnak megfelelőjével. Ja. A hét látomás. A profícia teljes címe az újjászületett hét próbájának hét látomása. Figyelj, és elmondom neked a strófákat. Oké. A hét próba. Amibe belefog, véghez kell vinnie. Mibe végezetlen maradt, meg kell történnie. Első próba. Egy bizonyos napon bizonytalan szülőktől hold és csillag megtestesülése újjászületik. Második próba. Sorvadás és kor nem tehet kárt benne, a hús átka rettegve szárnyal előtte. Harmadik próba. Az ura szeme barlangok sötétjében látja, és újraélet hold és csillag fénysugárja. Negyedik próba. Egy idegen szava egyesíti a házakat. Három csarnok vezéreként áldja majd. Ötödik próba. Egy idegen keze egyesíti a velotiákat. Négy törzs nevezi majd Nerevarinnek. Hatodik próba. Tiszteli a gyászolatlan ház vérét.
bűnüket fallja, hogy megszülethessék. Egy végzet. Ja, a hetedik próba. Kegyelme felszabadítja a hamis isteneket, reményt ad a megtörtnek, megváltja az őrülteket. Egy végzet. Velat népének törvényét beszéli, a földjükért szólal, és őket nagynak nevezi. Mit jelent ez a profécia? Elmondja, ki lesz Nerevarin, és a próbákat, amiken muszáj keresztül mennie, mielőtt teljesíti sorsát. Néhány részt értettem, néhányat nem. Válaszolni fogok a kérdéseidre, ahogy legjobb tudásomból telik. De nem színlelem, hogy mindet értem. Jó. Hát nem is tudom, mit kérdezzünk még meg. Nyilván az első próba az a születési jegyemre utal. Ja, pont azon a napon születtem, mint annó Nerevar. Volt itt egy, amire ötödik próba arra, hogy lehet rákérdezni, ez valami nincs belinkelve. Ötödik próba, nem is lehet rákérdezni. Látszik, hogy arra nem lehet rákérdezni. Aha. Na jó, és akkor tulajdonképpen kiállom-e a próba tételt? Nem te vagy a Nerevarin. Olyan vagy, aki azzá válhat. Ez egy kirakós, méghozzá nehéz. De néhány részletre már rátaláltál, és még többet találhatsz. Szeretnél a Nerevarin lenni? Akkor keresd az elveszett proféciákat a templomtól elpártolt papoknál. Találd meg az elveszett proféciákat, hozd el nekem őket, és én leszek a vezetőd. És vidd magaddal az idegen és a hét látomás e példányait. Nos hát, mindent elmondtam, amit tudok. Indulj. Gondolkozz el azon, amit mondtam, és tedd meg, amit meg kell tenni. Jó, köszönöm szépen. Hát akkor szerintem irány vissza Caiushoz. Megjön ideje jelenteni Caiusnak. Hú, oké. Akkor egy recall varázslattal hazamegyünk. Fú, már teljesen tele van az inventory. Na, akkor eladunk mindent. Hát én ezt a mágus vízt is eladom. Mert ez a mágia ellenállás, ez nem rossz, de annyira azért nem is. Meg bármikor vissza tudjuk vásárolni, hát igaz, hogy teljes áron, de nem baj. Szószeni púcsont harapulja. Igen. Igen, akkor ezt a varázslóbotot is eladom. Szent Állam úr szőrcsuhája. Hát, hogy játék elején találnánk meg, akkor ott még értékes lenne. De, mint mondtam, az egyik nagy hibája a Morrowindnek, hogy ezt megtartom, ezt az amulettet lehet, mert ez még ilyen figyelemelterelésre jó, hogyha olyan nagyon nehéz ellenségbe ütköznénk bele. Szóval, hogy nem megfelelő ritmusban adagolja a dolgokat. Ez én hibájának tartom. Közben arany szent, igen, az kell. Lala. Lala. Tényleg a dekódolt üzenetet, ezt felolvastam én már. Fú, mennyi minden van, mi? Kulcs az nálunk maradt. A bénítás.
lehet, hogy ez még kéne. Nem lényeges. Bár eladtam az isteni közbeavatkozást is. Ezt visszaszerzem. Mi történik? Valaki bejön? Jó, hogy itt van. Ja, nem. De hol van? Várj, volt egy isteni közbeavatkozás, meg egy ámszi. Az ámszi mi az itt van, de hol van az isteni közbeavatkozás tekert? Most azt nézem. Nem látom. Nem tudom. Lehet, hogy csak halucináltam. Ja, hát akkor azt mondom, hogy ennyi, ugye, amit el kell adni. 96.168-at fogunk most magunkévá tenni. És de berakjuk a kulcsot, erre nem lesz szükségünk. És javítsuk meg a dolgokat. Javító felszerelésre szükség van. May your kills be quick and manly. Beugrok a helyi kovácshoz. Kalapácsokra van szükségem. Hát ebből egy 4 darabot adjál. Egy picit olcsóbban kérem. Na, milyen tárgyaid vannak? Északi palos, ez se rossz. Ezüst claymore, igen, de ebből az ezüst claymore helyett van ezüst hosszú kard is amúgy. Mindegy, majd szerzünk valami jó kis fegyót. Tudni. És akkor most már szerintem mehetünk is. Most ugrok egy, vagy nem, hát ámszövi intervention-nel. Nem hazamegyek. És akkor Kajuszhoz beugrunk. Greetings to you. A pleasure to meet you. Bizony, lehet én vagyok a Nerevarin, Kajusz. Azért jöttél, hogy megbeszéljük a parancsokat, Oszi bácsi, vagy valami más miatt, vagy itt a parancsok miatt vagyok itt, Kajusz Kosszédesz. Beszéltél a Szulmatullal és Nibani Mészával, és az derült ki a szavukból, hogy igazán a Nerevarinné válhatsz. Egyszerűen elképesztő, de hozzá kell szoknom a gondolathoz. Megpróbálok üzenetet küldeni Mehra Milónak. Talán ki tudja deríteni, vajon az elpártolt papok tudnak-e az elveszett proféciákról. De addig is van egy nagyon kemény megbízásom a számodra. Mit gondolsz, készen állsz rá? Készen állok, de megfontolt vagyok. Jól van, az óvatosság bölcs dolog. El fogom mondani, mi a feladat. De előbb fogd ezt a 400 aranyat. Mielőtt nekivágsz, szerezd be gyógyító italokat, új felszerelést, fizess be egy kiképzésre, amiből úgy gondolod, hogy leginkább jól jönne, és ne feledd, ha bajba kerülsz, vonulj vissza. Pihent ki magad, aztán új úterővel visszatérhetsz, csak ne hősködj. Azt hiszem, ez tényleg kemény dió lesz. Kérlek, folytasd. A következő lesz a küldetésed. A Bakpille erőd egy őrjáratot küldött Gnármokba a 6. házzal kapcsolatban álló csempészek levadászására. Ott rábukkantak egy 6. ház bázisra, egy 6. ház szentélyre és egy Dagoth Garrus nevű 6. házbéli papra. Beszélj Rhaes Pullia bajnoknővel a Bakpille erődben, ő majd mindent elmond az őrjárattal és a 6. ház bázissal kapcsolatban. A feladatod: keresd meg a bázist, öld meg Dagoth Garrust, és számolj be nekem részletesen a 6. ház bázisról. Rendben. Hol van ez a 6. ház bázis? Rhaes Pullia, a Bakpille erőd bajnoknője azt mondja, az egyik őrjárat talált egy 6. ház bázist egy barlangban, amit a helyiek Ilunibinek neveznek. Sajnos az egyetlen katona, aki megmenekült is,
jelentette az esetet meghalt korprus betegségben. A halála előtt szörnyekkel és kultistákkal folytatott küzdelemről beszélt, és a hatodik ház egy hatalmas papjáról, Dagot Garrisről, ő mondott valamit. De menj, beszélj Rész Pulival a Bakpüle erődben. Ő majd elmond mindent részletesen. Még hát a Bakpüle erődöt azt nyilván már tudjuk, hogy hol van, Aldruntól délre. Mi ez a korpusz betegség? Nem sokat tudok erről, én személyesen még sose láttam ilyet. Elkaphatod, hogyha kapcsolatba kerülsz a Vöröshegy szörnyeivel, amiket korpusz szörnyeknek hívnak. Azt hiszem olyasmi, mint egy sorvasztó betegség, csak sokkal rosszabb. Gyakran vezet az áldozat megőrüléséhez, és csúnya eltorzult daganatokat okoz a testen. Megkérdezem az informátoraimat, és kiderítem, hogyan lehet gyógyítani. Addig is kövesd a parancsokat, amiket kaptál. Nem tudom, mi más tehetnél. Mit tudsz a hatodik házról? Egy megbízható informátorom azt mondta, hogy ők egy titkos szekta, akiket összefüggésbe lehet hozni néhány a közelmúltban történt furcsa eseménnyel. Ennél is fontosabb, hogy az informátorom úgy gondolja, az újabb zavargások valamilyen úton kapcsolódnak a Nerevarin proféciákhoz. Hát jó, akkor így fogok tenni. Bakpillerőd. Ez el kell jutni, de ez már csak a következő részben fog megtörténni, mint ahogy azt sejthettétek. Egyébként lehet, hogy a következő rész előtt egy picit fejlesztem a karaktert is, mert most ugye rengeteg pénzünk lett, úgyhogy ebből varázstekercseket, meg ruhákat, meg megveszek a üvegpáncélnak a maradék részét, megveszem. Azt majd lehet, hogy videóban fogom. Mert az a szellemkapunál lehet egyébként, ott van egy ilyen árus, egy boltos. Na, úgyhogy akkor ennyi volt most ez a rész. Remélem élveztétek, élvezitek a sorozatot, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Na, köszönöm szépen a figyelmet, és további jó szórakozást, meg pihenést, meg minden. Találkozunk nem sokára. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új. Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.